Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében januárban nyílt meg a 22. kormányablak, idén januártól pedig már 625-re bővült a kormányablakokban intézhető ügykörök száma. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyek kialakítására szolgál a kormány több éve indult közigazgatás fejlesztési programja. Ezekhez a beruházásokhoz európai uniós és hazai forrásokat is igénybe vett a kormány, így az utóbbi évek legnagyobb közigazgatási fejlesztése volt maga a kormányablak projekt. A komplex reformok következő lépése az informatikai hálózat fejlesztése és az elektronikus ügyfélszolgálat teljes kiépítése. A kormányzati cél része volt, hogy minden épületben komplex akadálymentesítést alakítsanak ki, valamint hogy a közigazgatási ügyek intézését a lakóhelyükhöz minél közelebb tudják elintézni az ügyfelek. Az új típusú kormányablakokban átlagosan 14 perces ügyintézéssel várják az állampolgárokat, ahol 2016. januártól már 625 ügykörben tudnak segíteni a kormányablak dolgozói. Ez a szám várhatóan 2017 végére megduplázódhat. Jelenleg 240 új típusú kormányablak működik országszerte, ebben a fél évben pedig még további 26-ot adnak át. Országos szinten Budapest után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik a második legtöbb kormányablak. Kozma Péter kormány megbízott a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Örömteli esemény. 22 kormányablak a megyében. Jellemzően hol találhatóak ezek a kormányablakok, illetve mennyiben erősíti a kormányablakok nyitása a járások rendszerét? Ha megtetszik engedni, azzal kezdeném egyfajta történeti visszatekintésként, amikor a kormányzat még az előző ciklusban döntött a kormányablakok létrehozásáról, akkor az első generációs kormányablakok a megyében 4 volt ilyen, azok 31 ügykörrel foglalkoztak, és hallottuk, hogy most 625 ügyfajtával tudnak foglalkozni a kedves kollégák. A tervek szerint, ha jól haladunk, és a terhelhetőség megengedi, úgy az informatikai háttértámogatásnak, mint a személyek, a kormányablakokban ülők továbbképzése és a létszámfeltöltöttség, akkor akár 2000 ügyfajtáig is eljuthatunk a ciklus végére. Nos, visszatérve a kérdés elejére, alapvető szempont volt a kormányzat részéről, hogy minden járási székhelyen és nagyobb településeken legyen kormányablak. Tehát ez azt jelenti, hogy a 13 járási székhely közül jelenleg 12-ben működik kormányablak. A 13. a Szkemecse esetében azt kell, hogy mondjam, hogy ez évben egy új járási hivatal épül. A jelenlegi városházának a tükörképe fog megépülni a másik oldalon. Akik az átadáson ott voltak, vagy megfordultak ott, láthatták, hogy milyen modern épületről van szó. Tehát Kemecsén is lesz kormányablak és járáshivatal. 260 millió forint erre a számlánkon van. Közbeszerzési eljárás most írjuk ki, és minden reményünk szerint ebben az év első felében, illetve a nyár derekán átadásra kerül az új járási hivatal. Ezen kívül nagyobb településeken, járási székhely mellett működnek kormányablakok, így Demecserben, Nagyhalászban, Tiszalökön, tehát olyan településeken, amely nagy lakosság számú, és amelyek közlekedési szempontból is megközelíthetők, mert a járás szó rég értelme azt jelenti, hogy egy napi járásra el tudták intézni az ügyes-bajos dolgokat az emberek. Ezt próbáljuk. Mennyire csökkent ez az egynapi járás? Hát én úgy gondolom, hogy fél nap alatt oda-vissza tömegközlekedéssel is, a legrosszabb esetben is megjárható, és ami a legfontosabb, és amit ki kell emelnünk, hogy amikor a kedves ügyfél, kérelmező bemegy, akár Sopronba, Szombathelyen, egy kormányablakba vagy Záhonyba, ugyanaz a látvány tárul elő. Ugyanaz az informatikai háttér, ugyanaz a butorzat, ugyanaz a szakszerű kiszolgálás, hiszen a kollégák ugyanazt a képzést kapják mindent az országban. A Tudástár nevű programból, ha a fejből
nem is tudják rögtön a választ, gyorsan ki tudják keresni, és helyes, egyértelmű eligazítást adnak a ügyfélnek. Magyarán ez azt jelenti, hogy az egész közigazgatás, a kormányablakok is az ügyfélért vannak. Az ügy ura maga a kérelmező, és nem az ügyintéző. És ez azt jelenti, hogy mondjuk egy Szabolcs megyei embert elfú a szél valamerre Baranyába, akkor ott is ugyanúgy tudja intézni az ide vonatkozó ügyeit. Így van, hogyha a hatáskör illetékesség ez megengedi mondjuk akár útlevélügyben. Tehát ott, ahol az illetékességi szabályok megengedik, hogy kérelmezzen, ott természetesen ugyanúgy el tudja intézni. A lakcímkártyát nyilván az állandó lakcím szerint tudná elintézni, ha nem lenne most már egységes személyi okmány, ami azért is fontos, mert ingyenes sok más egyéb eljárással együtt. Emlékezetes, hogy tavaly év végén fogadta le a kormány az állami rezsicsökkentésre szóló törvényt, amelynek előzményeként megkérdeztük a honpolgárokat a kormányablakokban, milyen ügyekben látnák szívesen. Most a személyi okmánycsere az egyik ilyen volt. A személyi okmány ingyenesen cserélhető, és hát tapasztaltam magam is, hogy még a lejárat előtt többen kicserélték. Itt szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy fél év múlva is ingyenes lesz, tehát ha nem járt le, nem kell rögtön kicserélni, ez az egyik. A másik, hogy a kártya leolvasás az OEP-nél, illetve a NAV-nál még nem zöggenőmentes, tehát tisztelettel kérek mindenkit, hogy a régi úgynevezett tajkártyáját és adóazonosító számát azért vigye még magával. Így van, tehát hogy úgy mondjam, a kormányablakok már előjárnak ebbe az informatikai fejlesztésben. Reméljük a többi államigazgatási szerv, közigazgatási szerv is fogja követni hamarosan, mert így egységes egész lesz az egész. Budapest után ugye Szabolcs megye az a megye, ahol a legtöbb kormányablak működik. Mi indokolta azt, hogy ilyen nagy számban nyissanak itt kormányablakokat? Hát egyrészt a megye sajátos, egyrészt a nagy megye vagyunk, ugye, majdnem 600 ezer lakossal. Másrészt a megye földrajzi elhelyezkedése, hiszen vannak, három országa vagyunk határosak, vannak olyan személyek, akik kettős állampolgárok, hanem már magyar állampolgár. Illetve előfordul, hogy helyzetből adódóan itt is tud kérelemmel érni. Legutóbb például, amikor januárban átadtuk az Áhonyi kormányablakot, tapasztaltam, és elmondták a kollégák, hogy nagyon sokan tekintettel, hogy vasúton hamar beérnek Záhonybe, és a vasútállomása szemben van a járáshivatal kormányablak. Vidékről máshonnan is elmennek oda ügyet intézni, illetve külhöni polgárok is megjelennek olyan ügyekben, amelyeket tudnak itt nálunk intézni. Tehát a megyen nagyszámú lakosság száma az indokolta, illetve a kérelmek száma, az ügyelet forgalom szintén fontossá tesz, hiszen ne felejtsük el, hogy munkanélküliségi mutatókba, foglalkoztatási adatokat, illetően nyugdíjasok számát, illetően azért élenjárók vagyunk, sok tekintetben negatív értelemben. És hát valóban így van, Budapest után a 22 kormányablakkal mi vagyunk a főváros után a legnagyobbak. Teszem hozzá, hogy ez remélem, hogy önmagában a szám az nem erény. Remélem, hogy a maga az ügyintézés színvonala az a polgárok megelégedésére lesz. Említette, hogy mindenhol szakképzett ügyintézők várják az ügyfeleket. Hogyan alakul az úgynevezett életpályamodell a közigazgatásban, az államigazgatásban dolgozók tekintetében? A kormány tavaly december 23-án elfogadott egy határozatot az államigazgatási kar kialakításával kapcsolatban, és kötelezte a miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy nyújtsa be az ezzel összefüggő törvényjavaslatot. A munkapéldányt mi kormány megbízottak már láttunk, azt véleményeztük,
Most a ennek figyelembevételével és az ilyenkor szükséges egyeztetések lefolytatás után kerül majd közigazgatási államtitkári egyeztetésre, és a parlament most kezdődött tavaszi ülésszaka meg fogja tárgyalni, és július 1-ével hatályba fog lépni ez a törvény. A bérfejlesztésre előirányzott fedezetet már tavaly elfogadta a költségvetésben a parlament, tehát ez a pénz rendelkezésre áll, és ott kell kezdenem, hogy a végeken kezdődik a bérfejlesztés, ami azt jelenti, hogy éppen például a kormányablakokban dolgozó ügyintézők 30 adott esetben 50%-os nettó béremelést fognak kapni. Ezzel a jó hírrel kell befejezzünk most a beszélgetést. Kormány megbízott úr, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget.